Köszöntöm a telesúri nézőit, az én nevem Popa Márta, és a János Zsigmond Unitárius Kollégium fizikatanára vagyok. Mindenek előtt el szeretném mondani, hogy a világ egyik legnagyobb fizikusa, Isaac Newton karanténban volt több mint 2 éven keresztül, mégpedig 1665-ben, amikor kitört a nagy pestis járvány és bezárt a Cambridge Egyetem, akkor frissen lediplomázott fiatal volt, akkor hazautazott a birtokába, és elmélyült a fizika csodálatos világába, és szinte az összes felfedezését ebben az időszakban készítette elő. És ezt most azért mondom, hogy kedves diákok, nektek körülbelül 1 hónapotok van az érettségig, mélyüljetek el ebbe a gyönyörű szép tantárgyba, mert nem csak tanulni lehet, hanem jól szórakozni is. Nagyon szép és izgalmas lehet annak persze, aki ezt szereti. A mai órára olyan feladatokat választottam nektek, amelyek nem annyira rutin szagúak vagy rutin ízűek, hanem van bennük egy kis csavar. Gondolkodásra kényszerítiteket, és a lényeg az, hogy a képletek mögött lássátok a jelenséget, lássátok a fizika szépségét, és feltétlenül azt, hogy mire jó az alkalmazást a gyakorlati, a mindennapi életben. És akkor vágjunk is bele. Az első feladat egy ideális gázról szól, amit adiabatikusan összenyomnak. És arra kérdez rá a feladat, hogy mi történik a végső állapotban a gáz belső energiájával. Nagyobb lesz-e, vagy kisebb lesz, mint a kezdeti állapotban, illetve a gáz sűrűségével kapcsolatos információkra is rákérdez. Most ebben az esetben azt ajánlom nektek, hogy mindig figyeljetek oda arra, hogy milyen állapotváltozásról van szó? A kulcsszavakat keressétek. Tehát ideális gáz, adiabatikus állapotváltozás, és feltétlenül azt, hogy összenyomják ezt a gázt. Tekintettel arra, hogy a belső energiára kérdeznek rám, hát felírjuk azt, hogy a belső energia az egyenlő nü szorozva CV, szorozva az abszolút hőmérséklet. Ugye a tömeg nem változik, úgyhogy nagyon szépen látszik, hogy a belső energia a hőmérséklet függvénye, sőt vele egyenesen arányos. Tehát ha én információt szeretnék azzal kapcsolatosan kapni, hogy mi történik a belső energiával, akkor tanulmányoznom kell azt, hogy mi történik az abszolút hőmérséklettel. Na most, hogyha összenyomják a gázt, akkor azt jelenti, hogy a térfogat csökken, ami azt jelenti továbbá, hogy a gáz negatív munkát végez. A termodinamika első főtételéből viszont tudjuk, hogy ha a Q az nulla, a hőcsere ugye nem létezik a termodinamika rendszer és a külső környezetek között, akkor a belső energia változása egyenlő mínusz L-lel. De mivel ez az L negatív, végül is a belső energia változása pozitív előjelű lesz, ami azt jelenti ugye, hogy a belső energia nő. Ilyen válasz van is, itt van, a gáz belső energiája nagyobb lesz, mint a kezdeti állapotban. Másféleképpen is lehet gondolkodni, például felírod a Poisson egyenletet, hogy T-szer V a gamma mínusz első egyenlő konstans. Tekintettel arra, hogy a szorzat mindig ugyanakkora, ha az egyik lecsökken, az egyik tag lecsökken, a másiknak nőnie kell. Persze ez abban az esetben, hogyha a gamma pozitív, illetve a gamma nagyobb, mint egy, és ez most így van, mert ez a gamma az CP per CV, úgyhogy gamma mínusz egy mindenképpen pozitív lesz. Na most, hogyha a térfogat lecsökken, innen is lehet látni szépen, hogy a hőmérséklet nő, ha a hőmérséklet nő, akkor a belső energia is megnőtt. Na most persze, hogy illik azért megnézni a többi választ is a sűrűséggel kapcsolatosan, nálunk most így az érettségén csak az egyik válasz helyes, de majd az életben biztos találkoztok olyan helyzetekkel is, amikor több helyes válasz is van. Hát a sűrűség az tömeg per térfogat, ha a térfogat lecsökken, akkor a sűrűségnek nőnie kell. Úgyhogy ilyen változat nincs is, nyugodtan be is karikázhatjuk az elsőt. Na most, aki nem képletek világában gondolkodik, az még jobb. Egy kicsit a gyakorlati alkalmazásokra térnék rá. Gondoljátok el, adiabatikusan összenyomnak, ha valamit nagyon hirtelen összenyomnak, azt adiabatikusnak tekinthetjük. És ilyen tapasztalatunk van például a dízelmotorban, hogyha hirtelen összenyomják a levegőt, akkor az annyira felmelegszik, hogy a befecskendezett üzemanyag öngyulladással elég. Vagy, hogyha például a kerékpár tömlőt gyorsan pumpáljuk, akkor is érzékeljük, hogy a pumpában a levegő és a hengerkerékfala felmelegszik, amit a kezünkkel is érzékelünk. Tehát
gondolkozz nyugodtan, gyakorlatiasabban is, hogyha adiabatikusan összenyomnak valamit, akkor a hőmérséklet megnő, és a belső energia is megnő. Nézzük most a második feladatot, amely arról szól, hogy van egy fűtetlen, 30 köbméter térfogatú szoba, amelynek a levegője normál körülmények között található. A levegőt kétatomos gáznak tekinthetjük, és ezt egy adott pillanatban felmelegítik 20 Celsius fok hőmérsékletre. Nagyon fontos információ következik, mégpedig azt, hogy a szobát nem tekintjük zárt fizikai rendszernek, tehát nyitott a rendszer. A kérdés az, hogy mennyi a levegő belső energiája kezdetben, amikor normál fizikai körülmények uralkodtak, a végső állapotban, amikor már 20 Celsius fok a hőmérséklet, és a célpontban össze kell hasonlítani a két eredményt, és meg kell magyarázni a jelenséget. Azt ajánlom mindig, hogy írjátok fel szépen az adatokat, nézzétek meg, mit kell átalakítani, tehát itt van a 0 Celsius fok, ugye az Kelvinben 273 Kelvin, normál körülmények azt jelenti, hogy 10 az 5-en pászkál, térfogat, itt aztán a 20 Celsius fokot megint átalakított Kelvinbe, és felteszed a kérdést. Mivel normál körülmények között volt a gáz kezdetben, akkor én a belső energiát U0-val jelöltem, aztán amikor 20 Celsius fok, akkor U1-jel, és akkor ha azt mondja, hogy hasonlítsd össze, akkor meghathatsz egy különbséget, vagy egy arányt is. Nézzük akkor az első kérdést. Kezdeti állapot. Felírod a belső energiának az összefüggését, nü szorozva, cv szorozva, t0, és ajánlom ezt a cv-t beírni, hogyha kétatomos a gáz, akkor a cv 5/2r. Most tekintettel arra, hogy ez a nü nincs megadva, persze gondolkodik az ember, hogyan tudná kifejezni. Viszont itt van egy olyan szorzat, amit felismerünk, hogy nü szor r szer t0, az tulajdonképpen az állapot egyenletből felírható, úgy, mint nyomás szorozva térfogat. Most a nyomás ugye az 10 az 5-en pászkál, ha normál körülmények uralkodnak, a térfogat megvan adva 30 köbméter, behelyettesítünk, én azt is ajánlom, hogy feltétlenül írjátok be szépen a mértékegységeket is, azért, mert nagyon szépen látszik majd, hogy egyszerűsödik a négyzetméter a köbméterrel, és a newton szorozva méter az joule, ugye kijött az energiának a mértékegysége joule. Még azt is ajánlom, hogy adjátok meg elegánsan szépen ezt az eredményt, a 75x10 az 5-en helyett, azt is írhatjuk, hogy 7,5 szorozva 16-on, és a 16-on helyett, ugye a millió helyett beírhatjuk azt, hogy mega. Úgyhogy akkor az eredmény 7,5 szorozva 7,5 megajoule. Nézzük a következő alpontot, ahol a belső energiát akkor kérdezi, amikor már 20 Celsius fok a hőmérséklet. Igen ám, de ha nyitott a rendszer, akkor a nyomásnak ugyanannyinak kell maradnia, és az állapot egyenletben, hogyha a nyomás nem változik, a hőmérséklet megváltozik, a térfogat nem változik, akkor még valaminek meg kell változnia, és az természetes, hogy a gáznak a tömege. Tehát a móloknak a száma az most már nü 1, nem nü 0, ugye beírtuk nü 1, 5/2 r szorozva t1, és megint a nü szor r szer t helyett beírhatjuk az állapot egyenletből azt, hogy nyomás szorozva térfogat, a nyomás pedig nem változott, mert nyitott a rendszer, és a térfogat sem, mert minden gáz kitölti a neki megfelelő helyet. Azt veszük észre, hogy ugyanaz az eredmény, ami első látásra egy kicsit elgondolkodtat, azért is a harmadik kérdés, hogy hasonlítsd össze a két alpontban kapott eredményt, és magyarázd meg a jelenséget. Hát valóban azt tapasztalod, hogy a kettő egyforma, akkor a változás nulla, vagy az arányuk egy, és a magyarázat hát egyszerű, ha melegítették a gázt, az igaz, de közben csökkent a levegő tömege is. Az egyik nőtt, a másik csökkent, tehát végül is a belső energia nem változott. Nézzünk egy más típusú feladatot, ami grafikonnal kapcsolatos. Itt három különböző tömegű, azonos, ideális gáz, tehát egyforma mindegyiknek a mol tömege, az ábrán látható VT koordináta rendszerben ábrázolt termodinamikai átalakulásoknak vetnek alá, és nagyon fontos információ az is, hogy azonos nyomáson mennek végbe ezek az változások. Azt kérdezi ugye a feladat, hogy milyen összefüggés helyes a megadott négy
közül melyik az, amelyik megfelel a valóságnak? Hát én egyféleképpen gondolkodom, de nagyon sokféleképpen el lehet jutni a helyes eredményhez. Mindenképpen azt ajánlom, hogyha rákérdeznek arra, hogy tömeg, hát akkor nézzük meg, hogy mitől is függ a tömeg. Felírod az állapotegyenletet, P/V egyenlő M per μ/R/T, onnan kifejezed a tömegét, és azt látod, hogy a tömeg, hát függ a nyomástól, térfogattól, mol tömegtől és az abszolút hőmérséklettől. Túl sok a változó. Igen ám, de a feladat azt mondja, hogy a nyomás az ugyanakkora. A térfogat, hát az nem ugyanakkora. Itt a második rajzban szépen lehet látni, hogyha veszek három különböző pontot, és úgy vettem, hogy ezeknek egyforma legyen a hőmérsékletük, akkor a térfogatok különbözők. A tér azt feltétlenül egyformának kéne venni, mert ha mind a kettő változik, a térfogat is és a hőmérséklet is, nem lehet egyértelműen válaszolni a kérdésre. Így, hogyha olyan pontokat veszel fel, amelyeknél a hőmérséklet ugyanakkora, nagyon szépen látszik, hogy a tömeg az csak a térfogattól fog függni, mégpedig vele egyenesen arányos. Hát ahányszor nő a térfogat, annyiszor fog nőni a tömeg. Szépen látszik a grafikonon, hogy a V1 nagyobb, mint a V2, az nagyobb, mint a V3, ezért az M1 is nagyobb, mint az M2, és nagyobb, mint az M3. Ez fordítva is lehet, úgy, ahogy a D alpont megadja, hogy az M3 az kisebb, ugye, mint az M2, és kisebb, mint az M1. Ugye akkor a helyes válasz a D. A következő feladat, ez más típusú, mégpedig keverékekkel kapcsolatos. Ezek egy picit nehezebbek, de mindenképpen ajánlom, hogy kísérjük figyelemmel. Tehát van egy 3 literes palack, amiben eredetileg nitrogén található. Megvan adva a nitrogénnek a mol tömege, a nyomása és a hőmérséklete. Jó, tehát ez a kezdeti állapot, csak nitrogén található, nyomás és hőmérséklet is adott. Aztán a palackba bejutnak egy adag oxigént, azonos hőmérsékleten, úgy, hogy a nyomás 60%-kal nő. Ez természetes, mert hogyha a térfogat az ugyanakkora, akkor, ha még bejuttatnak egy bizonyos mennyiségű gázt, akkor természetes, hogy a nyomásnak nőnie kell, még akkor is, hogyha a hőmérséklet állandó. Feltételezzük, hogy mindkét gáz ideális, és ki kell számítani az első alpontban azt, hogy mennyi nitrogén található, tehát a nitrogén mennyiségét a kezdeti állapotban, aztán a palacba juttatott oxigén molekuláknak a számát, a C alpontban a gázkeveréknek a belső energiáját, és a D alpontban azt a hőmérsékletet, amelyre az elegyet le kell hűteni, hogy a nyomás P1 kezdeti érték legyen. Felírjuk az adatokat, közben nem felejtjük el a litert átalakítani nemzetközi rendszerbe, köbméterben. A nyomást, a kezdeti nyomás, a hőmérsékletet, amit átalakítunk, 27 fok az 300 Kelvin, és a P2 nyomás, hát ha 60%-kal nő a kezdeti értékhez képest, akkor P1 plusz 60%-a a P1-nek, azt jelenti, hogy 1,6-szor 1,662 10^5 pászkál lesz. Az adatok után térjünk is akkor rá az első kérdésre, mégpedig a palacban található nitrogén mennyisége a kezdeti állapotban. Tehát itt van kezdeti állapot, akkor felírjuk az állapotegyenletet. P1, a térfogat, P1 szer V egyenlő nő nitrogén, mert csak nitrogén van még a palacban, szorozva R szer T1. Innen kifejezzük a mólok számát, P1 V per RT1, és behelyettesítünk. Odafigyelünk arra, hogy nehogy tévedjünk, amikor átmásoljuk az adatokat, felírjuk a mértékegységeket is. A joule azt tudjuk, hogy newtonszor méter, newton-newtonnal egyszerűsödik, négyzetméter, köbméter, nagyon szépen látszik, hogy minden kiesik és marad a mol. Tehát a nitrogén moljainak a száma az 0,2, tehát 0,2 mol nitrogén található a palacban. Nézzük a második alpontot. A palacba bejuttatott oxigén molekuláknak a számát kérdezi. Igen, tehát már arról van szó, hogy már bejuttattak egy másik gáz is ebbe a palacba, tehát megnőtt a nyomás, felírjuk azt, hogy 1,6 P1 a P2, és ne felejtsük el, a mólok számát össze lehet adni. Tehát most a keveréknek móljainak a száma egyenlő az egyik gáz móljainak a száma plusz a másiknak. Felírjuk az állapotegyenletet, ugye most a nyomás P2, a térfogat V,
összeadjuk szépen a móloknak a számát, R-szer T1, innen kifejezzük, hát én először kifejeztem ezt az összeget, utána pedig szépen kifejeztem a móloknak a számát, behelyettesítettem, és akkor azt kaptam, hogy a az oxigén móljainak a száma 0,12 mol. Na most azt is tudjuk, hogy a mólok száma felírható úgy, mint a molekulák száma törve az Avogadro szám. Tehát ez azt mutatja meg, hogy hányszor több, vagy éppen lehet kevesebb molekula található az Avogadro számhoz képest. Ha ezt ismered, ezt az összefüggést, akkor innen, ha kifejezed a molekulák számát, és behelyettesítsz, akkor kijön neked 72-szorozva 10^21 molekula, és egy kicsit mérlegelj, mindig nézd meg, hogy az eredmény helyes lehet-e. Tehát nem volt neked egy mólod, hanem csak 0,12, tehát természetes, hogy a molekulák száma kisebb kell legyen, mint az Avogadro féle szám, és ez így is van. Nézzük a harmadik alpontot, ahol a gázkeverék belső energiára kérdeznek rá. A belső energiákat össze lehet adni. Ugye ez egy állapot függvény, és ez egy bizonyos állapotban itt van az egyik gáz belső energiája, plusz a másik belső, gáz belső energiája, fejjük szépen az összefüggéseket, ugyanazon a hőmérsékleten vannak mind a kettő, ugye két atomos, tehát felesleges ezeket most indexekkel ellátni, tehát ez is CV, az is CV, ezt a CV-szer-T1-et ki tudjuk emelni, és akkor csak annyi a dolgunk, hogy szépen behelyettesítünk, mértékegységeket is beírjuk, és kijön 1994,4 joule, amit elegánsabban úgy is fel lehet írni, hogy 1,994 ezred kilojoule, vagy megközelítőleg 2 kilojoule. Még egyszer illik az eredményt fölírni, hogy szépen látszódjon. A belső energia tehát az 2 kilojoule. Az utolsó alpont, azt a T2 hőmérsékletet, amelyre az elegyet le kell hűteni, hogy a nyomása P1 kezdeti érték legyen. Na most, hogyha valaki megtanulja a képletet anélkül, hogy értené a fizikát, a jelenségeket, akkor elég furán hat az összefüggés, amit én ide fölírtam. Mert igazából úgy szoktuk, hogy P1 per T1 egyenlő P2 per T2. Nézzük meg most, mi történik. Az elegy tömege nem változik, a térfogata nem változik, tehát elsősorban levonjuk azt a következtetést, hogy ez az állapotváltozás izokor. Ha izokor, akkor a nyomás és az abszolút hőmérséklet aránya mindig ugyanakkora. És akkor nézzük csak. A végén arról van szó, hogy T2 lesz a hőmérséklet, ugye? Viszont azt mondja a feladat, hogy amikor T2 a hőmérséklet, akkor a nyomás a kezdeti érték legyen, tehát P1. Akkor azt jelenti, hogy a P1 per T2 arány állandó. És mi volt az elegyel? Az elegynek volt P2 nyomás az előző alpontban, de akkor T1 volt a hőmérséklete. Úgyhogy, ha innen aztán a T2-t kifejezed, ami P1 per P2×T1, és szépen behelyettesítsz, akkor azt kapod, hogy 187,5 Kelvin. Kicsit mérlegelsz, hisz látod azt, hogy le kell hűteni ezt a gázt, ezt az elegyet, ezt a keveréket, és hogyha lehűtöd, akkor kisebb kell legyen a hőmérséklet, mint amennyi volt kezdetben. Kezdetben 300 Kelvin volt, most 187,5 Kelvin, úgyhogy rendben vagyunk. A következő feladat egy más típusú, eddig még nem oldott feladat, egy szappanbuborékról van szó, és tudjuk, hogy a szappanbuboréknak a belsejében levegő van, a buboréknak a sugara R, és a levegő nyomását úgy írják fel, hogy A per R plusz B. Ez az az összefüggés, ami a nyomást meghatározza a feladat szövege szerint, ahol az A és B nem változik állandó. Most, ha a fizikai mennyiségek jelölései megegyeznek a fizika tankönyvekben használt jelölésekkel, arra kérdez rá a feladat, hogy ennek az A állandónak mi lesz a mértékegysége. És most nézzük, hogy hogyan kell gondolkozni. Most mivel az egyenlet bal oldalán ez a P jelölés ugye a nyomást jelenti, aminek ugye a mértékegysége pászkál vagy newton per négyzetméter, ez azt jelenti, hogy a jobb oldalon is nyomás kell legyen. A nyomást csak nyomással lehet összeadni. Tehát azt jelenti, hogy ez az A per R is nyomás, és azt jelenti, hogy ez a B is nyomás. Tehát akkor
a nyomás, akkor ez az A per R, mármint A per méter, mert a sugárnak a mértékegysége méter, az nyomás jellegű mennyiség, ami newton per négyzetméter. Ha innen kifejezed szépen ezt az A-t, akkor látod, hogy newton szor méter per négyzetméter, ha az egyik méter kiesik, és newton per méter mértékegysége lesz ennek az állandónak. Úgyhogy a helyes válasz az a B, itt van, newton per méter. Most az öt feladat után szeretném, hogy egy kicsit összefoglalnánk mindazt, amit tanultunk, és levonnánk a következtetéseket. Még egyszer arra kérlek, vigyázzatok, ezek a képletek mögött mindig keresd a fizikát, mindig keresd a jelenséget. Nézzétek meg, itt ebben az oszlopban az állapotváltozásokat írtam föl, izobár, izokor, izoterm, adiabatikus, itt ugye a belső energiaváltozást, a hőmennyiséget, a mechanikai munkát és magát a törvényt, az állapotváltozás törvényét. És azt vedd észre, hogy a belső energiaváltozás az mindenhol ugyanazzal az összefüggéssel van fölírva. És ezzel tulajdonképpen nem kell csodálkozni, mert a belső energia változás az független a megtett úttól. Teljesen mindegy az, hogy most izobár, izokor, izoterm, vagy bármilyen állapotváltozásról van szó, ugyanaz az összefüggés. Nem függ attól, hogy hogyan jutott el a gáz az első állapottól az utolsó állapotig. Persze itt azért nulla a belső energia változása, mert ez a delta T az nulla, és akkor egy szorzatban valami nulla, akkor az egész eredmény nulla lesz. De igazából itt látod, mindig, amikor ezt kérdezik tőled, hogy belső energia változása, bármilyen állapotváltozásnál ezt felírod. A hőmennyiség és a mechanikai munka, azok már jelenségtől függnek, folyamatfüggőek, tehát minden folyamatnak más és más az illető fizikai mennyisége, tehát a hőmennyiség másképp írható fel, a mechanikai munkának az összefüggése más. Tehát ha izobár, akkor a hőmennyiség nő, szorozva CP, szer delta T, ha izokor és a térfogat konstans, akkor izokor molhővel írod fel. Itt az izoterm állapotváltozásnál egy kicsit bonyolultabb, a hő is és a mechanikai munka is, de viszont, hogyha tudsz integrálni, biztos vagyok benne, hogy ezt az összefüggést is levezettétek, úgyhogy nem kell ezt kívülről megtanulni, lehet látni majd ugye, hogy hogyan is jött ki ez az összefüggés. Adiabatikus ugye azt jelenti, hogy a hőcsere. Nem létezik a termodinamikai rendszer és a környezetek között. A mechanikai munka adiabatikusnál az ugyanannyi, mint a belső energia változása, de ellentétes előjellel véve. És akkor a törvények, izobár, a térfogat és az abszolút hőmérséklet aránya állandó, az izokornál P per T konstans, az izotermnél P szer V az állandó, itt ezek egymással fordítottan arányosak, ezek a mennyiségek. Az adiabatikusnál ugye itt vannak ezek a Poisson egyenletek, és nem utolsó sorban itt van az állapot egyenlet, amit bármikor ideális gáz esetében ebben a formában felírhatunk, hogy P szer V egyenlő nü szer R szer T, vagy M per mű szer L szer T. Még annyi időnk van, hogy elmondjuk, hogy mi micsoda ez a nyomás, térfogat, mólok száma, gázállandó, abszolút hőmérséklet. Ez tömeg és mol tömeg. Köszönöm szépen a figyelmet, és szép napot kívánok mindenkinek. Thank you.